Vércukor szintjét ellenőrzi a Csornai Halász Péter. Rutinosak a mozdulatok, a férfi már csaknem 50 éve cukorbeteg. Ugyanígy tett azon az estén is. Miután megvacsorázott, beadta magának az inzulint, ám nem sokára azt érezte, valami nincs rendben. Ehhez az inzulinhoz egy kicsit keveset ettem, és ez 9 óra körül engem elkapott a rosszul lét. Amit én saját magammal nem tudtam idélni, a pici fiam segít rajtam, őrbe legtapodott, ő 12 éves, hát 11 éves múlt akkor még csak, de 12 éves már, és az vette észre, hogy apu mi bajor, odaugrott és lefektetett a parkettára. Ádám ezután a szomszédokhoz rohant segítségért, ők azonban nem merték beadni az inzulint a férfinak, végül a fiú mentette meg apja életét. Valaki adja be az apunak ezt össze kell rázni, felszívni, összerázni, és nem merték a felnőttek bánni, erre fogta a gyerek, elkapta a nőtől, és ő maga beszúrta nekem, mire a mentősök jöttek, mert ők meg hívták a mentőt, arra én már azért jól voltam, annyira hogy tudtam, hogy mit csinálok. Halász Péter azt mondja, a fiával már többször beszélgetett betegségéről, azt is megmutatta neki, hogyan szokta megmérni vércukorszintjét, vagy beadni magának az inzulint. A fiú akkor fogta fel, mi történt, amikor az édesapja már jobban lett. Ő akkor kenyörött el, amikor szóltam neki, ott ült a lábamon, fogta, simogatott, és akkor kenyörött el, igazán egy kicsit elsírta magát, sok felnőtt is elsírta volna magát, még én is elsírtam magamat, magyarul megmondva, mikor azt mondja, apu, jól vagy. Mondom, jó, kisfiam. Ádám nem szívesen beszél az esetről, így kameránk elé sem akart állni.